Kerti és szobanövények egyaránt megtalálhatóak voltak a piacon, de kaktuszokból és fűszernövényekből sem volt hiány. A szép idő is kedvezett a rendezvénynek. Ja sad tražim biljke za svoju terasu. I našla sam, prošli put sam kupila predivnu žalfiju, koja je velika kao grm, jer ja volim da kuvam talijanska jela i tagliatelle na zsalfi, na puteru sú fantastične. A legtöbben a krizantémot és az árvácskát keresték. Ezeknek most kezdődik az idénye. Sós Attila tiszakálmánfalvi virágkertész több színben és méretben árulta a virágokat. Áruk 150-től 500 dinárig terjed. Hát a krizantén az nem nagyon igényes virág annyi, hogy ugye ez a most ilyenkor, amikor már ki van virágozva, nem kell vele túl bajlódni, ugye maradhat ebben a kis cserében is, ha belőtetik valami nagyobb cserében, akkor sokkal könnyebb még ez a jobb ez a karbantartani, vagy esetleg, hogyha belőtetik a földbe, akkor ez a, ugye áttelel, megmarad, könnyebb ez a karbantartani. A virágpiacon a növények mellett számos növénygondozáshoz szükséges eszköz is megtalálható volt. A legkisebbekről sem feledkeztek meg a szervezők. A délelőtti órákban több műhelymunkát is szerveztek az óvodások és kisiskolások számára. Sa njima sadimo cvijeće, ukrašavamo saksije, u stvari učimo kako da se staramo o biljkama, kako da brinemo o njima. Oni tako od malih nogu steknu neku odgovornost da treba da ih zalivaju, da treba da se brinu o njima svakoga dana. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelemre is. Minden látogató, aki 10 és 60 kiló között hozott magával papírt, virágpalántával vagy facsemetével térhetett haza, a papír mennyiségétől függően, amit újra hasznosítanak. Cilj jeste i davnih dana pre 20 godina kad je održana iprava da se upravo podrže ljudi koji se bave ovom vrstom delatnošću. A piacon házi finomságokat is lehetett vásárolni. A következő virágpiac tavasszal nyitja meg kapuit.